Sziasztok! Hát sok felől jönnek a úgynevezett tanítások. Ja, hát vannak, akik fénylényeknek nevezik magukat, meg vallási tanítóktól is jönnek, úgymond tanítások, filozófusoktól, tudósoktól, stb. Melyiket hallgassuk, vagy melyikkel foglalkozunk, melyikre szálljunk időt? Szerintem arra, amelyiket meghallgatjuk, vagy megnézzük, és utána többek vagyunk valamivel, mint előtte. Nem puszta lexikális tudással, úgymond, tehát nem olyan információval, hanem egy kicsit máshogy látjuk a világot, vagy bizonyos dolgokat, tehát valamit kaptunk tőle. Ugye, ahogy Jézus mondta, hogy ne halat adjatok az embereknek, hanem tanítsátok meg őket halászni. Most halak alatt én a lexikális tudást, idézőjelbe tudást értem, és a halászáson pedig az olyan tanításokat, amit tudsz hasznosítani a mindennapi életedben, akár minden pillanatban. És azt csak te tudod eldönteni, szerintem, hogy te azt tudod-e hasznosítani, vagy nem. Tehát nem is az a kérdés, szerintem, hogy ki a nagy tanító, vagy ki tudja az igazat, hanem az, hogy te mennyit tudsz abból hasznosítani. És azt ugye úgy tudod eldönteni, hogy elkezded hallgatni, és akkor, ha mondjuk eltelik úgy 10 perc, hogy semmi olyat nem kaptál tőle, amit a mindennapi életben tudnál alkalmazni, és a hasznodra lenne, akkor szerintem nem érdemes tovább hallgatni. Ugyanis vannak nagyon szép előadások, vannak olyan videók, hogy csodálatos, látványos képanyaga van, szép zene van, stb. Ha rád az olyan hatással van, hogy nem tudom máshogy mondani, több lettél egy picit általa, akkor érdemes vele foglalkozni. Persze erre mondhatná valaki, hogy de hát engem megnyugtat például az a zene. De ez is olyan, hogy ez is a ne halat adjatok neki. Tehát a hal kategória. Szerintem. Persze tévedhetek mindenben. Téged megnyugtat az a zene, utána visszamész úgymond a mindennapi életbe, és újra feszült leszel. Most ennek én nem sok értelmét látom. Ez ugyanolyan, mint bármi, amitől függővé válik az ember. Cigi, az alkohol, nyugtatók, stb. Zabálás, szex, mármint olyan értelemben, hogy ha valaki már annak a valaminek a pótlására végzi, vagy bármi más, igazából rengeteg sokfélét kitalálhat az ember, hogy mivel nyugtatja magát, vagy mivel pótolja a szeretetet, amit ugye nem kap meg, de vágyik rá. De én úgy gondolom, hogy most aztán végképp itt van az ideje annak, hogy olyan dolgokat vegyünk magunkhoz, olyan úgymond tanításokat, információkat, akármi, amitől fejlődünk, ami segíti a fejlődésünket, és nem egy kis időleges, idézőjelben megoldás, hogy addig jól érezzük magunkat, például amíg hallgatjuk azt az adott előadást,
és akkor jaj, de csodálatos ez az ember, tényleg jobban érzem magamat, ahogy kijövök, de mennyit tudok belőle hasznosítani a mindennapi életben. És most itt a hasznosítás alatt azt értem, hogy javítani az életemen és a világon, fejlődni, és segíteni a világot a fejlődésben. És itt most abszolút nem anyagi fejlődés, meg gazdasági fejlődés értek, hanem azt, hogy közelebb jutni a hosszú távú boldog élethez. És most lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, hogy segíteni a világot a fejlődésben, meg ilyenek. Én úgy gondolom, hogy mindenki tud valamit tenni, és nem azt kell nézni, hogy az most mekkora dolog, hanem ha tud valamin javítani, akár magán, akár másnak tud valami olyan dolgot adni, ami őt segíti. Persze előtte meg kell kérdezni, hogy akarsz-e tanácsot kapni, adjak-e tanácsot, vagy mire van szükséged, tehát nem rátukmálni a másokra. Ezeket a videókat is, ha nincsen, nem ad neked semmi olyan dolgot, ami fejleszt, vagy amit tudsz hasznosítani, akkor ne nézzed, mert időpazarlás a számodra. Hát azt most nem kell megkérdeznem, hogy kértél-e tanácsot, vagy nem, mert akkor egyszerűen kikapcsolod, ha nem szeretnéd nézni. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki tud valamit tenni, és sokszor elveszünk abban, hogy azon filozunk, hogy jaj, hát ez most mennyit számít, hogy mondjuk nem dobom el azt az egy csikket az utcán, vagy valami. Szerintem nem az a lényeg, hanem akármekkora az a dolog, kicsi vagy nagy, persze ez is attól függ, hogy mihez viszonyítjuk, azzal javítok valamin, vagy nem. Kárt okozok valaminek, vagy nem. Szerintem ez a lényeg. Ha te úgy gondolod, és azt tapasztalod, hogy tehát tettél valamit, vagy mondtál valamit, és attól valami jobb lett, vagy valaki, vagy rosszabb lett, ugye az döntse el, hogy csinálod azt tovább, vagy csináljuk-e azt tovább. Tehát mindig meg kell nézni azt is, hogy mi lett az eredménye. Mert elméletben lehet, hogy jól hangzik, de csak az biztos, ugye gyakorlata biztos. Sőt, még az se biztos, mert ugye most én is azt mondtam, hogy attól jobb lett valami vagy valaki. Honnan tudjuk azt? Úgy tűnik, olyannak látszik. De akkor legalább már megnéztük azt, hogy mi lett az eredménye. Az egy másik dolog, hogy tévedhetünk annak a megítélésében, de legalább figyelembe vesszük. Hát, mit gondoltok ti ezekről a dolgokról? És most már tényleg örülnék neki, vagy eddig is örültem volna, hogyha hozzászóltok a videókhoz, mert én is szeretnék tőletek úgymond tanulni, információt kapni, és ha erre rászánjátok az időt, akkor előre is köszönöm. De semmi sem muszáj. Tehát azért ne szóljál hozzá, mert én kértem úgymond. Hát legyen szép a napotok!